Átalakul Jászberény kulturális intézményrendszere. A sorozat első eleme volt a múlt héten, amikor rendkívüli ülésen határoztak arról, hogy ismét önálló intézményként működjön januártól a Jászberényi Városi Könyvtár. 2019 óta többször beszélgettünk a könyvtár vezetésével, a Jászkelet vezetésével, hogy hogyan lehetne hatékonyabban működtetni. Ezt az egész rendszert, hogyha úgy nézzük. És a könyvtár különválása ezért már régóta porondon van, azonban mindig volt valami fontosabb, mindig volt valami aktuálisabb, egy nagyobb hordelejű témaiben foglalkoznunk kellett, és most a Jász Kelet vezetőség, vezeté váltása kapcsán újra előjött ez a kérdés, hogy akkor hangoljuk össze, hiszen azért mégiscsak összefügg ez a két téma, és ezért került újra elénk. Az előzetes szakmai egyeztetések tapasztalata alapján úgy vélték, hogy hatékonyabban, még eredményesebben működhetne önálló intézményként a könyvtár, mint anyagi szempontból, mind a pályázatok lehetőségeit figyelembe véve, mint pedig egyéb szakmai feltételek alapján tette hozzá a városvezető. A döntéshozatal időzítését összekötötték a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kiválasztásával. Nekem egy nem titkolt célom volt az, hogy a Jászkerleten belül meghozott döntésekkel olyan lépéseket tegyünk, olyan irányba vegyük el a céget, amely sokkal jobban tud koncentrálni a a feladataira. Tehát a, én bízom benne, hogy a könyvetek különbálásával, és egyes ilyen lépések még előttünk vannak ezek meghozatalával, olyan lesz a játszkerület, hogy valóban csak rendezvény szervezésekre tud koncentrálni, a város kultúra és életre tud koncentrálni, és nem kell járulékosan, akár intézményfenntartásokkal, akár egyéb ilyen nagyobb honvonik kérdésekkel nagy mértékben foglalkozni, a fő feladata, ahogy az a profit Kft. létrehozásakor a legfontosabb cél volt, a város kulturális életének élénkítése, megújítása, emelte ki Budai Lóránt. A következő egyik legfontosabb lépés a folyamatban az új vezető kiválasztása lesz. Az elmúlt hét végéig hét pályázat érkezett a tisztségre. A jelentkezők meghallgatása ezen a héten kezdődik. A vagyonkezelői, üzemeltetői feladatok nagy részét várhatóan nem a kulturális cégnek kell majd végeznie. Bizonyos intézményeknek a az üzemeltetését, amelyek most a Jászkörletnél vannak, akár Vévezértenek is átadni, hogy ezáltal is egy teher lekerüljön a Jászkörletről és az új vezetésről, az új vezetőről, és tényleg azt hiszem, hogy gordulnék egyebben tudjon ez a, ez a rendszer most már működni. A képviselőtestület november 15-e ülésén választják meg az új vezetőt. Szeretnék átépni a XXI. századba. Nagyon sok változásra van szükség, nagyon sok megújulásra van szükség, amellett, hogy a jó tendenciákat meg kell tartani, a jó eseményeket, rendezvényeket, jó gyakorlatokat meg kell tartani, de meg kell tudni újulni, és ebben reménykedem, ebben bízom, hiszen nagyon sok olyan csak ötlet van már előttünk, amit hogyha megvalósítunk, akkor az emberek észre fogják menni, hogy egy kicsit más lesz a kulturális élet, sokszínűbb lesz, kreatívabb lesz, színesebb lesz, és én ebben hiszek, és emellett tettem hitet.